sziasztok! Képzeljétek el, hogy most lőttem vidék le, Zoli meghívása alkalmából, egy terepralli suliba, ugyanis teszervezetes a rendezvény, de pontosan mesélj nekünk, hogy mi ez. Igen, hát ez egy ilyen terepralli light, ilyenkor, amikor karantén van, akkor ezt kell csinálni, ugye ezt lehet csinálni. Van egy meghatározott létszám, amit most itt a karanténnak köszönhetően ugye nem léphetünk túl, illetve lehet edzéseket csinálni, és ezt most ugye nevezzük edzésnek, mert valóban edzünk is, valóban egyébként oktatunk is, és meghirdettük a terepralli sain között, tehát igazából az Örnél utcával nem lehet idejönni, csak úgy meg nem is hirdetjük utcára, hanem a terepralli saink, akiknek van olyan barátja, akik az érdekel, hát egyébként még nem érezte magában az erőt, hogy eljön egy versenyre, az ide el tud jönni, reggel itt beregisztrálunk, széttesztjük a csapatot, a profi pakkatuk már terepraliznak, ők elmennek és tesztelnek, egy kijelölt, lebiztosított tesztpályán, ami most itt jelenti, abban 9 km, reggel jó föl is ázott, ma meg már, vagy most délutára pedig már óriási por van, úgyhogy igazi jó kis terepralli kontrasztokat tudtunk bemutatni a pályán is, illetve ezzel párhuzamosan az a kezdőknek, amatőröknek pedig itt tartunk egy egészen az alapoktól elmondjuk a terepralinak a minden egyes csínyel-bínyel. Igazából az a lényege az egésznek, hogyha eljön versenyre valaki és akar ilyet játszani, ki akarja próbálni, akkor ne a versenyen kapjon sokkot attól, hogy most az administratív átvétel, hogy most ide kell menni, oda kell menni, elkések, mit kell beszerezni, hogy néz ki az itiner, hogyan számolok menetlevélből időt. Tehát ugye nyilván egy nem túl bonyolult dolog, de ez egy elég összetett, az átlag embernek ez egy elég összetett probléma, ez a terepralizás, és ezeket itt próbáljuk rendezvényről rendezvényre beléjük nevelni, beléjük súlykolni, és egyébként a létszámban úgy tűnik, hogy egyébként erre van is időm is szeretni. Igen, egész sokan vannak, illetve ez azért is jó ötlet, mert is, mikor elkezdtem versenyezni, nekem is azért stresszes volt, hogy pontosan mit is kell csinálni, meg azért ott a profit között versenyezni, azért az egy felelősségérzet, az elég erősen ott van. Milyen gyakran szeretnétek ezt megrendezni? Most én azt gondolom, hogy a legelső idén az március elején volt valamint, hogy a közvetlen a veszélyhelyzet kivétetéssel előtti évén. És hát ez a két hónap ez elment azzal, hogy jól látható, hogy mindenki most itt fenszik közvetlen, és nagyon várták már, hogy legyen egy újra egy ilyen rendezvény. Egyébként pont ezen a hétvégén lett volna a New York Szent Papa is, ugye legyen a kereméken, ezért is vagyunk itt. Boldog vagyok, hogy a tárpot befogadott lenni a polgármester úr, de ugyanúgy az egész tárpot itt vannak környezetünkben, és segít, és főznek ránk, és gyönyörű környezetet biztosítottak nekünk, az utai útjaikat is biztosították, úgyhogy valójában a kérdésre visszatérve kicsit körbeírtam, 3-4 hetet szerintem fogom ilyet csinálni. Tegnap este már környékbeli más polgármesterek is voltak velünk egy közös vacsorán, ahol beszélgettünk arról, hogy ők is szeretnének oda egy ilyen iskolát, vagy akár versenyt, tehát beindult valami itt ezen a környéken, bár egyébként itt vagyunk közel 10 éve Párkosz és Oldás körzetében a Riverside Bahával. Itt most konkrétan tudom azt, hogy a következőt hogyan csinálnám már ugyanezzel a központtal, ugyanígy elindulhatunk valamerre, és ugyanígy le tudunk tesztelni egy nagyon-nagyon jó nyomvonalat, ami egy kicsit a mostani technikásabb, kicsit másabb tud lenni, úgyhogy én szerintem ide még idén egészen biztos, hogy teszt és iskola janán biztosan vissza fogunk jönni, de mondom, az ország több pontjára is várnak bennünket most szeretettel, mert mindenhol egy kicsit megállt az élet, és tetszik mindenkinek, hogy valami tesszük. Igen, az emberek biztosan sokkal kedvűek, most egy kis benzinköz kaptak, köszönöm szépen, de vele elkösségek, hogy érkezettem. Köszönöm, hogy itt voltátok, jó volt.